1986, akkor megismerkedtem a feleségemmel, mert az én felmeném között nem volt szőlősgazda vagy borász, és a feleségem viszont nekik volt szőlőjük, és akkor én ott tanultam meg ezt a feleségem nagyanyját, a meccést, meg a borkészítést, tehát ahogy ő is tudta, ahogy ő is tanulta annó a szüleitől, és akkor utána nagy szünet volt, akkor 2003-ban szintén egy olyan évszak, amikor nekünk is lett szőlőnk, tehát akkor már hozzá értünk a szőlőhöz. A következő évszám az lenne a 2012, amikor az első palackos borok megjelentek Budapesten, ilyen borbárakban, meg vinotékákban. Kettő fajta volt, egy kadarka és egy kékfrankos, és ezzel indultam. Tehát így ismertem, hogy felhívtam egy pár vinotékát, meg borbárt, hogy kis pince, szexáról érdekli őket, megkóstolták, érdekelte őket, azóta is tartom velük a kapcsolatot. Csináltunk egy kis küvét, hogy úgy mondjam, meg egy nagy küvét, ami ugye a bikavér. És ehhez az kellett, hogy nekem a főfajták a kadarka, a kékfrankos Zweigelt volt, de most bérlek egy darab merlót, hogy a bikavért ugye össze tudjam állítani. Az kell még hozzá az én bikavéremhez legalábbis. És készítettünk rozét, volt egy olyan időszak, most viszont inkább a Schiller fele megyek el. Itt Szexárdon, tehát akár még pincébe megy az ember, csak jó borokat kap. Az más kérdés, hogy az ő ízlése, vagy nem az ő ízlése, de a bor hibátlan. Mivel itt nekünk a hely szűkös, jobbára a borokkal készülünk, és most a régi szortimenten kívül egy 4 tételt palackoztunk most a nyáron, és azok fognak most itt debütálni a nagy érdemi előtt. Reméljük, hogy jó fogadtatást találnak, majd meglátjuk. Kadarkák, kékfrankosok, meg bikavér. Úgyhogy ezzel készülünk.